Raktár, kamra, kert, műhely, kápolna. Itt nyílt egy Kafka novella után Odu címen kiállítása, amit a hivatalos megnyitó előtt a sajtó képviselőivel járt be, és adott egy kis értelmezést a tárlathoz. Itt ebben a raktártérben, ebben, mint szerintem minden alkotónak, esetleg akár a műtermében, megvannak az életmű fontosabb állomásai, azok a művek, amelyeket szívesen bemutat. Egy olyan raktár hangulatot szerettem volna létrehozni, amelyben láthatók a művek, mondhatni a cédulákon fönt van a nevük, listázva vannak, van egy bizonyos rend, és van egy bizonyos, hát hogy mondjam, lazaság is egy raktárban. Van, ami el van csomagolva, van, ami éppen ki van bontva, de végül is minden olyan fő munkám, amely az életemben mondjuk idáig megvolt, és itt ez azt jelenti, hogy 79-től tulajdonképpen itt vannak a munkáim, válogatva természetesen, de a főműveim úgy érzem, hogy itt vannak. A raktár után következik a kamra. Ez egy nagyon friss 15 mázsa anyagot dolgoztam be ebbe. Azt gondoltam, hogy kell egy ilyen átvezetés, tehát majd megint egy részeként fogom fel a kiállításnak, akkor kell egy ilyen kicsit ilyen lezárás, kicsit így ennek a korszaknak, ennek az expresszívemnek nevezhető munkáknak, amelyek látható, ezeknek egy ilyen kvázi kicsit ilyen lezárás, ilyen eszenciája, ami ebben a nagy munkában szerepel. Tartva a kötött útvonalat, a kertbe jutunk. Több olyan szimpózión jártam, ahol csináltam ilyen landartos munkákat, és talán ebből is adódik egy ilyen hatás, ha így veszük. De megpróbáltam ezt azért egy ilyen galéria szintre, hogy úgy mondjam, átírni. Tehát az, hogy ami hát nem újdonság, a világban nagyon sok felé történnek a galériákban, bizonyos akár építések, több minden ilyen jellegű installáció. Igen, van benne egy picikét ilyen landartos, tehát próbáltam a nagyon szép faanyagot, a finoman kezelt padlón történő anyagoknak a rajzolatával egy olyan egyensúlyba hozni, amitől ez benne van, de mégis egy személyes kerti alakul. Itt visszajön, vagy bejön tulajdonképpen az a Kafka Odujában lévő olyan tér, amelyet ő várkertnek nevez, ahol szintén tulajdonképpen egy ilyen kicsit mondhatni ilyen játékos, de mégis egy ilyen személyes térként kezel. A kertből a műhelybe jutunk. Meg akartuk hagyni a hangulatot, tehát mondhatni még a kiállítás építésének a hangulatát is, meg a munkájának a hangulatát, tehát meghagytuk az anyagokat úgy, ahogy kellett. Sokszor nehezebb esetleg úgy hagyni és azt mondani, na hát ez végig természetes legyen, és ne legyen erőltetett ez a fajta megoldás. Igen, ebben ez egy ilyen érdekes átvezetés, tehát ezt a mindennap a műhelynek az érzése, amely a munkák mögött van, ezt szerettem volna ebbe a térbe. Az M21 teljes területét elfoglaló mega installáció a kápolnánál ér véget. A hatalmas téglatestet gyapjúval borította be a művész. Vehetjük egy ilyen meditációs térnek is, amelyben ez az anyag hozzá tud talán tenni a különlegességével. Akár maga az egész forma is alkalmat ad arra, tehát ez a kicsit ilyen megfoghatatlan forma, hogy ez most micsoda, tényleg nem direkte kápolna, de maga a tér összességében ezzel az anyaggal együtt, ezzel a formával együtt lehet egy kápolna is valakinek, vagy legalábbis nekem azt a teret, ahova bemegyek, és ott valami olyan hatás ér az anyaggal, mindennel együtt, amit talán egy ilyet tud tükrözni. Én régebb óta használok gyapjút,
de igazából mindig ilyen nagyobb installációra használtam, tehát kisebb munkákat nem csináltam belőle. Próbáltam, de valahogy nem jött össze, megmondom őszintén. És ennek a gyapjúnak a különlegesség, és érdekes, hogy tulajdonképpen maga bánásmód, a felülettel történő munka, az nagyon hasonlít bármihez. Tehát mondjuk egy szépen megoldott kerámia felület, ez festett, vagy bármi, vagy éppen mintázott felület, az is, hogy úgymond hozzá tud tenni. Itt is tulajdonképpen igazából azt gondolom, hogy az egész és a részek között, a rajta lévő részek között bízom benne, hogy megvan az az egyensúly. Izgalmas, nagyon szép játékokat lehet a felületen csinálni, és maga vele történő munkálkodás azt tulajdonképpen azt mondom ugyanolyan, mint egy más anyaggal történő munka. Fontos az, hogy meglegyenek a rész egész közötti viszonyok, meglegyenek a finomságok, meglegyenek az egyensúlyok, a komponálás meglegyen benne. Tehát azt mondom, ilyen szempontból mindegy, hogy milyen anyaggal. Nekem ez az anyag, ez valami tényleg egy ilyen megfoghatatlan hatással bír, és talán azt hiszem, hogy most ebben a munkában egy ilyen nagyon szépen összeállt nekem az anyag és a forma és minden együtt, talán a legjobban az eddigi munkáim közül, ami gyapjúból készült. Fusz György kiállítását szeptember 13-áig láthatja a közönség a Pécsi Zsolnai negyed M21-es galériájában.